Hát ugyan még úgy tűnik, hogy hézagosan érkeztünk vissza, de nem szeretnénk hosszabb csúszást, úgyhogy én szeretném bekonferálni akkor nagy szeretettel a Légrádi családot, akinek a Muzsika hangjai című műsorát hallgassuk, és akkor 16 óra 10 perckor kezdenénk itt, föloszlunk kis csoportokra, és jönne egy kis csoportos beszélgetés. Tehát következik a Légrádi család. Ismerve, tudjuk, hogy van sok zenés család, minket arra kértek föl, mint Noé tagok, pécsi csoporthoz tartozunk, hogy egy kicsit zenéljünk. A Csavikánk, ő 2 éve zongorázik, a Blanka idén kezdett el gitározni, tehát ez mondjuk olyan szempontból jó volt nekünk ez a felkérés, hogy legalább egy kicsit összeálltunk otthon zenélni. Egy kis titkot hadd áruljak el magunkról, hogy a férjem klarinétozi az gyerekkora óta, de a 12 év házasságunk alatt alig-alig tudom rábeszélni, hogy előadja a klarinétet. Most legalább elő kellett vennie. Megmutatja egy valamit. Tehát mi vagyunk a Légrádi család, Tamás, Marcsi, nagyfiunk Csabi, nagylányunk Blanka, kicsilányunk Nóri és a Barnos, aki lehet, hogy szét fogja az egész programot verni, de majd próbálunk szólítani. Úgyhogy a Csabikánk egy kis előadást tartott, és tényleg csak egy kis kedv csinálásra jöttünk, nem egy évre, és ne várjanak tőlünk nagyon komoly produkciót. Köszönjük szépen! Let's go.
szó. Ti tudjátok is már, hogy most újra itt a ló. Hoztunk még, ez egy mindjárt kivetítése és egyébként kiosztásra került lapon látható kis ének. Ez egy finnországi evangélikus ifjúsági ének, igaz, hogy már 30 éves, de ifjúsági ének, egy régi ifjúsági istentiszteleti liturgia része. Pekka Simojoki a zeneszerző, aki a finn könnyű zenében egyébként ismert alak, nem csak az egyház zenében. Ez egy kicsit ilyen melankolikus, hát mint a finneki általában. Egyébként a burvacsorai liturgiának a dala ez. Mégis elhoztuk, úgy gondoltuk, hogy ide való, és a délelőtti szentmisébe is szóba került, hogy ezt a mai ünnepi alkalmunkat az eukarisztiához hasonlíthatjuk egy kicsit. Tehát arról szól, hogy hálát adunk a közösségért, közösség megélésért. Egy rövid kis, nagyon egyszerű szövegű dal, és azért osztottuk ki, hogy esetleg aki tudja, az kapcsolódjon rá az éneklésünkbe.